A tapasztalati tények és a tárgyi emlékek mondatják velünk, Dombóvár tényleg megbecsüli a város múltbéli és jelenleg innét elszármazott olimpikonjait. Kifejezve azt, mennyire nagy dolognak tartja, ha egy élsportó eljut arra a szintre, hogy olimpiai játékokon szerepelhet. Buzánszky Enő, Rózsa Norbert után egy újabb úszó, Halmai Petra és egy középtávfutó, Tóth Lili Anna is elmondhatja mindezt magáról. A Dombóvárhoz még mindig sok szállal kötődő mellúszó bajnok szívesen vállalkozott egy dombóvári szurkolói ankétra nem sokkal hazaérkezése után. Meg is telt a művelődési ház tanácsterme, százan várták, hallgatták, és közben gratuláltak a mellúszónak, aki az olimpián új versenyszámként bemutatkozó 4x100 méteres vegyes mixváltóban képviselte a modern színeket, amivel nagy gyerekkori sportolói álma már teljesült is. Sokan mondták, hogy nem jutok ki, meg hogy nem vagyok rá képes, viszont magamban mindig ott volt, hogy de én ott leszek. Tehát ez nem fordult meg a fejembe, 5 évvel ezelőtt se. Nehéz volt, nem volt ugyanolyan olimpia, viszont én úgy gondolom, hogy ez akkor is egy olimpia volt, és azért büszke lehet mindenki, aki kijutott és ott volt. Igen, a száznak a második fele egy kicsit nehezebb volt, nem úgy, hát mondhatom azt, hogy nem az jött ki, aminek ki kellett volna jönnie. Bővebb interjút Halmai Petrával első olimpiai szerepléséről, illetve további terveiről, menet közbeni érzéseiről, gondolatairól Kaposmenti magazinunkban láthat.